épül a diák otthon a mezőgazdasági iskolánál. Április 17-e és 30-a között végzik el a szisztematikus kullancsírtást. Április 27-én tartják a Toldi kupát Topolyán. Egyre több napsütésre van kilátás. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök április 17-i híradónkat látják. Épül a diák otthon a mezőgazdasági iskolánál. Kislinder Gábor községi elnök munkatársai kíséretében látogatott el a helyszínre. Elmondta, hogy az objektum befejezésére 25 millió dinárt különítettek el a tartományi költségvetésben, és további 50 milliót a községi költségvetésben. A kivitelező 210 munkanap alatt elkészül a befejező munkálatokkal, a szerződésben vállalt kötelezettségei alapján, és így szeptember közepéig el kell készülni a diák otthonnak. Kislinder elmondta, hogy ezt követően pályázati eszközökből szeretnék majd be is bútorozni az épületet. A diák otthonban 43 kétágyas szoba áll majd az ott lakók rendelkezésére. A tartalmak közül kiemelhető még, hogy konyhai és étkezői részt is kialakítanak. Kislinder elmondta azt is, hogy a diák otthon állami tulajdonban lesz majd, és elkészültét követően a tervek szerint várhatóan a tartományi titkárság hatáskörébe tartozik majd a működtetése. Topolyán a jelenleg működő három középfokú oktatási intézményben mintegy 1200 diák tanul. A diákok mintegy 65%-a utazó diák. Befejező munkálatok vannak folyamatban, vannak fázisok, ha így tetszik a kérdés kapcsán, vannak fázisok, ugye, amit be kell fejezni, ugye, mert időközben az épület így állt őrizetlenül, meg ahogy állt, tehát vannak dolgok, amiket újra kell csinálni, befejezni, és a többi is a befejező munkálatok lesznek. A következő lépés, én azt gondolom, hogy a fűtésrendszer, a festés és a stb., ami vár magára, azok készülnek, a munkahatárideje az 210 munkanap, valamennyi nap már ugye ebből el lett használva, mi azt gondoljuk, hogy valamikor szeptember közepéig az épület el kellene, hogy készüljön, azzal, hogy utána a szerelés, vagyis hát a bútorozás az ebben az eszközökben nincs benne, a mai eszközöm jelölt látva is, úgy gondolom, hogy mindenképpen a topolyaiok javát szolgálja az, hogy biztosítani tudtuk azt az 50 milliót, ami hiányzott, és a tartomány hozzátette azt a 70 vagy a 25 milliót, hogy a 75 millió összejöjjön, a pénzek biztosítva vannak, tehát semmi nem kellene, hogy akadályozza ezt az épületet, a tervek rendben vannak, elkészül, utána a belakásnál pedig a bútorosztás, az pedig már mihet elkészülnek a tervek arra, hogy milyen bútorok mi próbálunk pályázni és pályáztatni, és akkor azt gondolom, hogy a befejezés később után pedig már el kell kezdeni a bútorozást, és utána természetesen jönnek a gyerekek, azt gondolom, hogy ez öröm lesz nekük ebben az épületben. Hát attól függ, hogy az eszközök hogy jönnek össze, azért, mert most már én azt gondolom, hogy a költségvetés kapcsán Topolyán már nem lehetne azt mondani, hogy most még tudunk 30 milliót vagy x millió dinárt kiszenni, ha tudjuk azt, hogy mennyi épület, és a költségvetésnek több mint fele a befektetések, ugye, és nem kis befektetések, mert azt gondolom, hogy a két nagy épület az olyan 400 millió, 500, és a fürdő az pedig már majdnem 5-600 millió, vagyis több, még ezek az eszközök, úgyhogy hát most már annyit nem lehet a takarót csak addig kell húzni, ameddig. Ezek az eszközök, amire mi a költségvetést jóvá hagytuk, azok biztosítottak, rendben vannak, és vállalást arra, hogy most az idén már biztos nem tudunk, ha nem nyerünk pályázaton, ha nem, akkor a jövő költségvetés, ami december kapcsán, akkor pedig ezt komolyan meg kell vitatni, hogy mit tovább és hogyan, és én azt gondolom, hogy prioritást fog élezni ez az épület, hogy ezt mindenféleképp fejezzük be, és akkor valami kárára, ha ne adj Isten, nem nyerünk a pályázatokon, valami kárára kell lesz, hogy történjen, már nem úgy kárára, hogy nem fejeződik be, hanem halasztódik valamelyik munka. Ezt úgy gondolom, hogy még nem tudjuk. Azt gondolom, hogy az eszközöket, amiket eddig kaptuk, tisztességgel elköltöttünk el, és számoltunk, van esély arra, hogy ezt a bútorozást is meg tudjuk valahogy oldani. A diák otthonról lévő szó, tehát az iskoláztatástól, az épület megközelítésétől, az itt lakásig minden étkeztetésen keresztül, és természetesen tanulórendszer, tehát szobákottól lehetnek tanulni, 43 szobáról vagy lakásról lehet beszélni, ami hát ugye akkor
X-szer két tárgya szobákkal lévén szó, tehát 43 annyi diák lesz hely, és akkor biztosítva van az étkezet és a konyha, egy étterem, ha úgy tetszik, diák étterem, és akkor még hát a fürdőszobák, épületek, kommunikáció, szanitáris központ is, minden, ami kell egy ilyen épülethez, az elő van látva, egy modern rendszer lesz beszerelve fűtéssel kapcsolatban, és utána pedig hát a működtetés meg aztán majd ugye a tanügy fogja kezelni. Hétfőn egy oktatási kiállítás keretében mutatkoztak be Topolya, Szabadka és Zenta község szakközépiskolái a mezőgazdasági iskolában. A hagyományos földnapi rendezvényeket, akciókat is megejtették, de volt traktorverseny, birkanyíróverseny és saktorna is. A község falvaiból a végzősöket szervezetten szállították a rendezvény helyszínére. Juhász Lajossal beszélgetünk, a Sinkovics József Műszaki Középiskola gyakorlati oktatójával. Mivel mutatkozik be ez az iskola itt ezen az oktatási vásáron, tehát jövőre milyen szakok nyílnak majd? A következő tanévben magyar nyelven a személyi szolgáltatások, témakörben a női fodrászok, elektrotechnika szakkörben a számítógép elektrotechnikusok, gépészetben pedig a gépjármű technikusok iratkozhatnak az iskolánkba. Míg szerb nyelven csak számítógép elektrotechnika fog nyílni most. Azt hiszem, hogy az elhangzottak közül mindegyik olyan, ami a munkaerő piacon jelen pillanatban keresett szakma. Nézzük őket sorban. Hát nézzük a fodrászatról, majd szerintem a kolléganő fog. A számítógép elektrotechnika már a tavalyi tanévtől egy teljesen új tantervvel indult, ami lényegesen több gyakorlatot tartalmaz, tehát ilyen formán a diákok lényegesen fölkészültebbek lehetnek majd a munkaerőpiacra. Több gyakorlati tudást szerezhetnek úgy a hardveres részben, mint a szoftveres részben. Tehát programozni tanulnak különféle programnyelveken, multimediális vágások, filmhang, képszerkesztés és így tovább, valamint maga a szerelés is benne van a tantervben, tehát a számítógépek javítása, karbantartása és így tovább. Azt hiszem, hogy ez az egyik legkeresettebb szakma most jelen pillanatban is itt Szerbiában, ugye jól mondom? Igen, úgy tűnik, hogy per pillanat ez a legkeresettebb szakma. Viszont gépjármű technikusokból is egyre inkább hiány mutatkozik, hát ugye sajnos a külföld fölszippantja a jó szakembereket. Ami a gépjármű technikusi szakot illeti, szintén egy jól felszerelt autószerelői műhellyel rendelkezünk. Adva vannak már a modern eszközök, amik néhány darabot ki is hoztunk ide, úgyis, mint a számítógépes diagnosztika, befecskendező diagnosztika, különféle szenzorok ellenőrzésére szolgáló berendezés, klímatester, hadd ne soroljam tovább, tehát azt hiszem, hogy ami az alapokat illeti, azt maximálisan elsajátíthatják a diákok az iskolán belül is. Tehát a gyakorlati oktatás kizárólag az iskolán belül zajlik, vagy vannak olyan diákok, akik esetleg cégekbe is kijárnak? A gépjármű technikusok járhatnak cégekbe is, sőt járnak is, már második osztálytól kezdve van rá lehetőség, hogy a környékbeli szerelőműhelyekben kipróbálják magukat. Tóth Erzsébet szakoktatóval beszélgetünk, aki a fodrász tanulók szakoktatását végzi. Azt hiszem, hogy ez is egy igencsak népszerű szakma most, és hogy fodrászból is hiány van. Igen, ez így igaz. Nálunk is, meg mindenhol, bárhol máshol. És mit tudnak ebben az iskolában megtanulni? Tehát azt hiszem, hogy itt valóban a gyakorlati oktatáson van a hangsúly. 3 éven keresztül van gyakorlati oktatás a gyerekek számára. Minden évben növekszik a gyakorlati órák száma, és a 3 év alatt el tudják sajátítani a szakmához a kezdő tudást, amivel rendelkezniük kell, hogy munkába tudjanak állni. Kinek tudja ajánlani ezt a szakmát? Minden olyan gyereknek, aki kézügyességgel rendelkezik, aki szereti a szépet, van érzéke a széphez, szeret szép környezetben dolgozni, szívesen várjuk őket. Váradi Zoltán gyakorlati oktatóval beszélgetünk, tehát a gépész szakon végzi a gyakorlati oktatást. Kinek tudja ezt a szakmát ajánlani, és mennyire keresett ez a munkaerőpiacon?
Hát ezt a fiatal mesterre jelölteknek ajánlom, akit valamennyire érdekel a gépjavítás, meg modern autóknak a javítása. Ez keres egy szakma most jelenleg a piacon. Most egy használjam ki, hogy reklám helyének. Tavaly végzett tanulom Angliában autószerelő műhelyben dolgozik. Meg egy jó páran itt dolgoznak Magyarországon, Szegedén, Szeged környékén, szintén a szakmában, mint autószerelő. Ez a szakma keresett, tudjuk, hogy egyre több a gépjármű, meg egyre bonyolultabbak. A mi műhelyünk nagyon jó, fő van szerelve, diagnosztikai műszerrel, klímateszterünk is van, kézi szerszám, ami a javításhoz szükséges. Ha van rá lehetőség, akkor igyekszünk élő munkát, valódi gépjárműkön végezni a javítást. Ha nincs olyan a műhelyben, van két gyakorlóautónk, azon végezzük a gyakorlásokat. Szeretettel várom az erre érdeklődő ifjúságot. Május 5-én vasárnap 19.30-tól a Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturc József színjátszó csoportja vendégszerepel Topolyán. A Tuladunai című két felvonásos fergeteges színészi alakításokban, énekben és táncban is bővelkedő darabot Molnár József rendezte. A belépő díj 150 dinár. Helyeket foglalni a Művelődési Ház irodájában személyesen, vagy a 024 713 515-ös telefonszámon lehet. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület által február 4-én meghirdetett nemzetközi természetismereti rajzpályázatra beérkezett alkotásokat a szakmai zsűri értékelte és döntést hozott a helyezések odaítéléséről. A rajzokból összeállított kiállítás ünnepélyes megnyitójára és a díjak átadására április 22-én hétfőn 18 órai kezdettel kerül sor Topolya Község Művelődési Házának kiállító termében. A díjazottak névsora megtalálható az Arkusz Környezetvédő Egyesület honlapján www.arkusz.org.rs. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő javítási munkálatok miatt április 18-án csütörtökön 8.45-től 12.45-ig áramszünet várható Topolyán a Duna utca 2-es szám alatt, 9-től 13 óráig pedig a Pajzs utca 53-as számától a Becsei út felé vezető szakaszán számíthatnak áramkimaradásra a topolyai polgárok. A Kongrád Közvállalat fűtésre vonatkozó befektetése kezdődött el április 16-án a munkálatok bevezetésével. A tömbházak fűtésének hosszú évekig nem megoldott problémájára a tavaly kiírt közbeszerzés adhat megoldást. A topolyai önkormányzat támogatásával és irányításával a Kongrád Közvállalat megkötötte a szerződést a kivitelezők csoportjával. A beruházás értéke 24 millió 400 ezer dinár áfa nélkül, illetve 29 ezer 280 ezer dinár áfával. A kivitelezés 60 napig fog tartani. Április 17-e és április 30-a között végzik el a Topolyai Község területén a szisztematikus kullancsirtást. A méheket ebben az időszakban távol kell tartani a kezelt területektől. A kullancsirtást a Topolyai Önkormányzat megbízásából a Zombori Orisz cég szakemberei végzik el elvén módszerrel, azaz hidegködösítéses vegyszeres permetezéssel. A hatóanyag deltametrin és lambda C cihalotrin rovarírtószer. A kullancsirtásra az említett időszakban csak abban az esetben kerül sor, ha meglesznek hozzá a megfelelő időjárási feltételek. Amennyiben az akciót el kell halasztani, arról időben értesítik a lakosságot. A kullancsirtásra használt vegyszer méhekre veszélyes. Kérik a méhészeket, hogy a kullancsirtás idejére helyezzék át kaptáraikat legkevesebb 5 kilométeres távol a vegyszeresen kezelt területektől, majd pedig 5 napig tartsák is távol kaptáraikat a kezelt területektől, ennyi ugyanis a szervárakozási ideje. Bővebb tájékoztatás a kullancsirtással kapcsolatban a 025 515 50 55-ös telefonszámon kapható.
Idén április 27-én tartják a Toldi Kupa testépítő versenyt. A férfiak és a nők, veteránok, felnőttek és fiatalok több kategóriában versenyeznek majd. A hazaiak mellett a környező országok testépítői is itt lesznek Topolyán. A rendezvény 16 órakor kezdődik a moziteremben. Itt vagyunk Topolyán a Toldi Testépítő Klubban, és Liszka Péter tulajdonossal beszélgetünk, és akkor mindjárt kezdjük is azzal a beszélgetést, hogy április 27-én már sokadik alkalommal szervezed meg itt Topolyán az úgynevezett Toldi Kupa elnevezésű nemzetközi versenyt. Szép napot kívánok! Igen, tehát 89 óta szervezzük ezt a versenyt már, most voltak kis néveltérések, tehát nem mindig a Toldi Kupa néven futottunk, volt a Vajdasági Szövetséggel pár alkalommal, hogy szövetkeztünk, és akkor tehát más néven futott, de körülbelül 30 éve annak, hogy minden évben általában nemzetközi verseny volt. Az idén már úgy volt, hogy talán nem is éreztem annyira erősnek magamat, hogy még ebben az évben is megszervezzem. Tavaly volt egy ilyen kis incidens, tehát Spanyolországban voltam, és akkor a világbajnokságról az utolsó pillanatban kitiltottak, és akkor úgy volt, hogy egy kis megbosszankodtam, hogy mi okból tették ezt, mikor én egy pionér vagyok ebben a sportágban is, hogy nagyon sokat próbálok versenyeket szervezni, és akkor ezzel popularizálni ezt a verseny ágat. De azért a végén a külföldiek hatására, mivel hogy hát nagyon szeretnek itt nálunk, hogy ilyen családias verseny, hogy nincsenek ilyen áthúzások a bírók terén, tehát reális osztályozás van, szeretik ezt a környezetet, és akkor rábeszéltek arra, hogy hát szervezzük még ebben az évben is, hát majd ők segítkeznek, ez az amaz, de hát utána a legnagyobb köszönetet mondjuk a Sipos Hajnak tudnák nyilvánítani az véget, mert ő karolt föl a végén, hogy hát azt mondja, hogy csak meg fogjuk szervezni, majd besegít az, hogy összeszedegessük ezt a kis pénzt, ami szükségünk van rá, és akkor hát hogy szervezzük meg, és akkor így fogtunk neki. De hát hál' Istennek, hogy még elég időben elkezdtük ezt az egészet, nagyon szépen haladtunk, tehát körülbelül 90%-ban már el van rendezve minden. Még az utolsó simítások mennek, és akkor utána 27-én, tehát akkor belevágunk a versenyben. Itt vagyunk tehát a Topolyai Toldi Testépítő Klubban, és Kara Bettinával, az egyik versenyzővel beszélgetünk. Nézzük tehát, kezdjük azzal a beszélgetést, hogy te valójában mikor és miért kezdtél el ezzel a sportággal foglalkozni? Hát én kb. 3 hónapja járok ide a Testépítő Klubba, mert szerettem volna kicsit formálódni, mindig is vékony testalkatú voltam, de kicsit nőiesebb formát fölvenni. És akkor Péter bácsival beszélgettük, hogy minden álmom egyszer, hogy jó alakom legyen, és hogy induljak egy bikini fitness versenyen. Mondom, hogy az alapból meglegyen, és utána majd meglássuk, de kicsit azért nehéz nekem is bejárni Topolyára, Orohovóról, meg gyerek mellett, kozmetikai és háztartás mellett kicsit nehéz. Hogy őszinte legyek, én azt hittem, hogy ezt, amit eddig elértél, ez mögött már több évi munka van, és hát akkor ez is egy bizonyítéka annak, hogy 3 hónap alatt is szép sikereket lehet elérni. És ez alatt a 3 hónap alatt változott az életed olyan szempontból, hogy esetleg fittebbnek, jobban érzed-e magadat, vagy hogy miben változtatta meg ez a sport az életedet? Mindig is sportos voltam, mindig is sportoltam valamit, de nem olyan húzamos ideig. Fittebb vagyok, fittebben is étkezem, szóval egészségesebben csinálom az életmódváltást. Mi az, amit preferálsz most a táplálkozásban? Hát elég nehéz a táplálkozás, így versenyfelkészülés alatt,
mivel magas fehérjetartalmú van kell étkezni, és szénhidrát csökkentett ételeket kell lenni, szóval elég nehéz. Csalónapok azért vannak néha, de emígy próbálom betartani. A család, a környezetét hogy fogadta ezt? Hát először nem nagyon támogattak, csak nevettek rajtam. Most is próbálják erőtetni a finom ételeket, a zsíros ételeket, de próbálom mellőzni, mivel kitűztem egy célt. Mi az a cél? Hogy sikeres legyek ebben a bikini fitness versenyen. Vannak olyan napjai az embernek, amikor jóformán semmihez sincs kedve, és hát ugye ilyenkor néha felmerül, ugye, hogy neked esetleg vannak olyan napjaid, amikor úgy vagy vele, hogy most éppen nem is olyan nagy kedved lenne tréningezni? Igen, vannak így a verseny felkészülés alatt, hogy most már közeledünk a versenyhez, és akkor így most már tényleg nehéz, és akkor kislányom eszi a csokoládét, én még csak nézem, szóval elég nehéz, igen, betartani mindent. Hány éves a kislány, és esetleg ő már észrevette anyukám valamilyen változást? 3 éves a kislányom, és szoktunk otthon is tornázgatni, ő is tornázik velem, vannak pici súlyok otthon, és ő is meg tornázgat, meg emegeti a lábát, kezét, lábát, szóval már hozzászokott ehhez a tornázgatáshoz. Csütörtökön változóan felhős napos időben lesz részünk, a délután folyamán egy-egy lokális jellegű futózápor sem kizárt. A keleti, észak-keleti szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik. Friss lesz a hajnal, délután pedig 19 fokra számíthatunk. Pinteken már sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás. Hajnalban 5, a legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul. Szombaton sokat fog sütni a nap, csapadék nem várható. A kissé szeles időben délután 20 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!